Nagyon csalóka így van a teljesítményük, hiszen az első soruk, a kezdősoruk az valóban majdnem mind a miénké. Tehát ez nem kérdés. Mint csapat én azt gondolom azért ők messze nincsenek olyan szinten, mint mi. Nekünk ugye az a nagy erényünk és a legfőbb jó tulajdonságunk, hogy igazi csapat vagyunk, hiszen ma is, amikor a Duda, aki nagyon jól játszott, kiesett, nem lehetett, hiszen jött helyette más, soha nem abban foglalkozunk, hogy ki nincs itt. Egy nagyon jó csapatmunkával kell, nem egy vagy két embernek kell jó teljesítmény nyújtani a Siófok ellen otthon, hanem az egész csapatnak, és akkor meg lesz az, amit szeretnénk, vagyis a győzelem. Mi az, hogy fogtok majd felkészülni erre a mérkőzésre a következő néhány napban? Mi lesz a program? Hát holnap reggel egy regenerációs edzés, délután egy videózás és úgymond normál edzés, ahogy eddig is készültünk minden mérkőzésre. Megadjuk azt a tiszteletet a Siófoknak is, amit minden csapatnak, hogy nagyon alaposan fölkészülünk belőlük, és megpróbálunk 100%-ot nyújtani. A csapat mennyire fáradt, hiszen közeledik a bajnokság vége, de még nagyon kemény feladatok vannak hátra, de egy magyar kupát már nyertetek, gondolom azért kicsit ilyen kettős érzések vannak most csapaton belül. Kettős érzések vannak, de nem foglalkozunk abban, hogy ki milyen állapotban van. Itt mindenki megy előre, hiszen egész évben ezért dolgoztunk az elmúlt 8 hónapban. Valóban egy-két szűk hónap van vissza, és a lényeg jön, amiért egész évben nagyon-nagyon sokat dolgoztak a lányok, és nagyon-nagyon sokat kaptak segítséget a szurkolóktól is, és mindenkitől az egész klub. Úgyhogy ha ilyenkor egy picit fáradt valaki, akkor arra gondol, hogy mi az a cél, amit szeretnénk, és akkor nem azt mondom, hogy elmúlik, de az adrenalin egy picit legyőzi ezt.